Szeretnénk megőrizni ezt a fasort abban a formájában, ahogy van, 90 éves érintetlenségében. Az önkormányzat beruházás keretén belül, amit most márciusban nyert el a többek között ez a strand, és egyébként egy sor más Balaton-Boglári és átlába déli parti strand, egy igen jelentős méretű támogatást. Több pontja volt ennek a fejlesztésnek. A legelső és leglényegesebb pont, ami ellen mindenki, vagy szinte mindenki Jankovicsi tiltakozott, az a lámpasor. Ugye az első variáció az volt, hogy a parti védműtől 1 méterre hoznák el a gerincvezetéket. Ezt egyébként nyára mindig a part gondnoka rendbe teszi, aztán tavaszra ugyanígy néz ki a tél után, mert kimossa a víz. A helyi szabályozás is tiltja a védett fasorban, ez egy védett fasor egyébként, a védett fasorban közművet fektessenek. Tehát a gyökerek elsősorban szétterültek, és ahogy látható, hogy a szélnyomásnak megfelelően ugye megdőltek a fák, ezt rövid áhítatos fejszámolás után ki lehet számolni, a gyökereknek a zöme az ugye errefele haladt, illetve gyakorlatilag beterítette ezt az egész területet a kerítéstől egészen a partvédőműig, tehát egy alacsony feszültségű, egy 220-as vezeték fektetés, illetve kiépítés, az biztosan roncsolja a gyökereket. Ezen kívül szó volt arról, hogy gyermekjátszótereket csinálnak. Most ezért több probléma van. Egyrészt most, hogy itt állunk, mindenki pulóverben van, tehát fázunk. Jól lehet bent a téren, innen egy 50 méterre, igen kellemes idő van, ahol egyébként játszótér is van. És azt kértük, hogy ha itt meleg van, akkor a gyerekek általában bent vannak a Balatonban, és kis lehet őket imádkozni onnan. Vannak kis homokozók, amik évekkel ezelőtt kerültek telepítésre, ott a gyerekek remekül el vannak. Ha pedig játszani akar, akkor bemennek a térre. Mindenből, szóbeszédből értesültünk, hát az önkormányzat, hogy is mondjam, nem volt túlságosan partner abban, hogy az információt áramoltassa. Ezért itt a Jankovics telepen egy nagyon komoly civil összefogás valósult meg. Ezek az emberek még pénzt is áldoztak, arra méghozzá nem kevés pénzt adtunk össze azért, hogy erről a fasorról így 90 év után készül egy fakataszter. Ez úgy lett meghirdetve, hogy 5000 forint per fa, tehát kvázi mindenki fogadjon örökbe egy fát. Hozzáértő szakember mérje fel egyesével az összes fát, ami majd itt sorszámot kap, sőt a vizsgálatnak a végén ezek interneten meg is visszakereshetőek lesznek egyesével, minden fa is, annak az állapota is. Ha ezt átverik és ezt megcsinálják, hogy végigássák a partot, akkor a fák konkrétan pár éven belül veszélyessé válnak. Tehát muszáj csináltatni egy olyan vizsgálatot, amivel be tudjuk azt bizonyítani, hogy ezek a fák most egészségesek, ezek a fák jó állapotban vannak. Nehogy az legyen 5-6-3 év múlva, hogy a fák az ásás miatt ugye elvágják a gyökereket, a fák kidőlnek, és akkor az önkormányzat azt mondja, hogy itt azért dőltek ki a fák, mert betegek voltak, öregek voltak, stb. Hát mi mindenképp azt reméljük, hogy visszalép az önkormányzat. Riportunk elkészültéig egyetlen, partra vezető utcában készült el a térkőburkolat. Ahogyan a képen is látható, ehhez egy vastag gyökeret át is vágta. Hogy egy ilyen beavatkozás milyen következményekkel járhat, és hogy egyáltalán hogyan lehetne, hogyan kellene fejleszteni az ilyen típusú területeket, arról a Liget projekt kapcsán is többször megszólaló Megyeri Szabolcs kertész kérdezzük. A gyökérzetét átvágjuk egy ilyen növénynek, az a sérül a stabilitása. Ráadásul a Balatonparton vagyunk, ugye itt egy mögötte van a tó, iszonyatos erővel jön a szél. Onnantól kezdve, hogyha ezek a fák, ezeknek megrendül a stabilitása, akkor majd az önkormányzat a következőt kényszerül majd meglépni, vissza kell venni a lomb felületéből is. A probléma az, hogy akkor, amikor nekiállnak egy ilyen fejlesztés végig gondolni, kertész vagy faápoló szakembert még egy ilyen kiemelt fasornál sem hívnak oda. És azt gondolom, hogy Balatonbogláról is ez lett elrontva. Egy önkormányzatnak lehet fejleszteni, meg kell is fejleszteni, csak akkor, amikor ott van egy fa, akkor azt nem szabad figyelmen kívül hagyni. És azt hiszem, hogy ez itt a lényeg, hogy általában ma még Magyarországon a tervezők, az úttervezők, a közműtervezők
tökéletesen figyelmen kívül hagyják a fákat. Az csak egy pont a tervrajzon. Igen, nem csak ezekért a fákért jó kimenni. Nem egy járdáért megyünk ki, nem egy szép, jaj, de szép az a járda a Balatonparton. Senki nem ezt fogja mondani, hanem mindenki azt mondja, hogy itt ez a fantasztikus platánfasó. Csak hogy ezt a platánfasót egyszer elég elrontani, és aztán nincs az a szakember a világon, aki ebből aztán újra egy szép egészséges fát tudna majd csinálni. Szerettük volna megtudni, mit gondol a kialakult helyzetről a polgármester. Mészáros Miklóst telefonon értük utol. Balaton-Boglár város önkormányzata 430 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. Ezt a szerződésünk van a strandfejlesztésekre, amelyeket Balaton-Boglár a 6 szabad strandról fogunk megvalósítani június 30-ig. Ennek az egyik eleme a Jankovics telepi strand, amely a vitákat gerjesztette. Igyekszünk úgy megoldani a kérdést, hogy a fejlesztés úgy valósuljon meg, hogy sem a lakókat ne zavarja, sem pedig igazából a környezetet semmiképpen ne károsítsuk. Van egyébként erre vonatkozó műszaki javaslat és megoldás, hiszen azok a bejövő közök, amelyek a strandot érintik, azok is még a strandokhoz tartoznak, és lehetséges, hogy ezeket a lámpákat ott el tudjuk helyezni. Most én olyan testületi határozatot terjesztek elő hamarosan, hogy én is javaslom ezt a második megoldást, ami nem a fasorban helyezni el a lámpasor. Játékelemek áthelyezéséről megy a tervezés a közeli kis térre, ami szintén kvázi a strandhoz tartozik. Tehát dolgozunk a rakók kérésein úgy, hogy egyébként nyilván nem szeretnénk a támogatást elveszteni. Megjegyzem, sok olyan eleme természetesen ott a strandon valósul meg a támogatásból, például teljesen új padok, új vízbelépők, hulladéktároló. Tehát ez sok minden olyan megvalósul, ami egyébként nem érintette volna a fákat. Ezt a fakatasztert, amit elkészítenek a helyiek, ezt önök föl fogják használni? Ez egy nagyon jó ötlet volt, és ha valamit elért ez az egész Herce utca, amit kialakult ebben az egy-két hónapban, akkor ez már egy előrelépés. Többen azt jegyezték meg, hogy hát mondjuk úgy, hogy nem volt elegendő szerintük az önkormányzat tájékoztatása. Valóban én is érzem, hogy nem volt kellő mértékű a tájékoztatás. Olyan rövid volt a kiírás, a tervezés és a pályázat beadás közötti határidő, hogy már még az önkormányzat is nehezen tudott egyeztetni, így gyakorlatilag egy-két nap alatt kellett eldönteni a műszaki tartalmat, ami nem rajtunk múlott, de nyilván nem szerettük volna elbukni a pályázati lehetőséget.